Jó, akkor egyrészt én is köszöntök mindenkit, sziasztok, és külön köszöntöm azokat, akik ide a teraszra már nem fértek ki, de ott ülnek lent, és mindenképpen személyesen akartak jelenni, még hogyha ez kizárólag csak egy projektoron keresztüli kapcsolódást jelent is, nagy elismerés nekik is. Ugye az volt a fölkérésnek a megfogalmazása, hogy valamilyen módon moderáljam azt a beszélgetést a Dani és a Gergő között, amit ők a YouTube-os kommentek alapján terveztek volna megvalósítani, ezek itt vannak nálam. Adott dramaturgiai pontokon majd lehet belőle mintavételezni, de nekem is vannak kérdéseim. Kértük is, hogy legyenek neked is. Hát mertétek volna nem kérni. Az első kérdés így szól hozzátok, hogy triviálisnak hat, de közben szerintem tök fontos, hogy szerintetek igazából mi a Yetinek a formátuma? Tehát ez egy híradó a 25-35 közötti, vagy esetleg idősebb, fiatalabb, tök minden senki ne vegye magára, emberek számára. Majdnem azt mondtam, hogy felnőtt híradó, de ennek nagyon rossz konnotációja van, tehát akkor ezt inkább visszaszívom. Még rosszabb konnotációja van. A lényeg az a dolognak, hogy egy ilyen híradó formátum a 22. vagy 21. században, avagy inkább egy infotainment műsor, tehát hogy van-e bármilyen ilyen típusú műfaj meghatározás, amivel éltek a saját magatok számára? Hát szerintem ez közéleti vlog, tehát hogy tipikusan YouTube-os online formátum, ez szigorúan vlog, tehát nem lehet szerintem tévés formátumhoz hasonlítani. Annyi a különbség, hogy ketten ülünk ott, és nem egy ember. De ugyanakkor ezt, hogy ketten ültök és szembe a kamerával, azért ez mégiscsak egy tévés formátum, tehát ez a bemondókig, a híradó bemondókig megy vissza. Tehát ezek érezem, hogy van-e bármilyen ilyen típusú analógia megállja a helyét, tehát hogy ez egy hírháttérműsor, híradó, vagy pedig inkább tényleg az, amire Dani utalt az előbb, Gergő? Azt hiszem, hogy infotainmentnek indult, nem tudom, ezt a kifejezést már lehet, hogy így elengedtük a 2000-es években, de annak indult, és az volt talán utána cél vele, hogy legyen egy hely, mert maga a fizikai hely, tehát nagyon fontos volt az nekünk, hogy legyen egy állandó helyszínünk, és az onnantól kezdve az nem csak egy hely mindig, tehát egy szórakozó hely sem csak egy fizikai hely, hanem lesz annak valami szelleme, hangulata, akármilyen, és azt akartuk, hogy ez az állandó hely, amit aztán megtörtünk hétről hétre tartalommal, az utána igazából bármilyen olyan tartalommal megtölthető legyen, ami minket érdekel. És minket igazából érdekel nagyon sok minden, mert voltak benne aktuál politikai kérdések, a Dani behozta az oknyomozás kérdéseit, volt, amikor behoztunk külpolitikai kérdéseket, és ahogy egyre inkább elkezdtük ezt a műfajt, vagy formátumot, vagy akármit belakni, meg megismerni, úgy tudtunk egyre többféle műfajt hozzáilleszteni ahhoz, hogy egyre inkább szervesnek tűnik. Tehát igazából nem lógott ki már a végén talán az sem, hogy az egyik héten a kampány eseményeiről volt szó, a következő héten meg egy bonyolult BKV-s ügyről, mert a formátum így összetartotta ezt az egészet. De ezt nem tudom sajnos egy szóban összefoglalni. Mi a funkciója a 4D4-en belül? Tehát nagyon sokféle formátummal próbálkoztok, és űzitek őket napi szinten. A 4D4-es, nem tudom én, hír architektúrán belül kifejezetten ennek mi a funkció, tehát mi az, ami ez megkülönbözteti a többi videótól, a többi adott esetben írásos anyagaitoktól. Az egyik az a rendszeresség, ami egy nagyon meglepő dolog, hogy ez még mindig fontos, mert hát egyrészt korábban nem, csináltunk ugye hasonló videókat, de nem volt rendszeres, nem volt az kiszámítható, hogy ez minden héten elkészül, és érdekes módon önmagában a rendszeresség is adott valami pluszt annak, hogy ettől jobban vártátok ti nézők, jobban érdekelte az embereket. A másik pedig az, hogy igazából van a saját sztoriainkra ráerősítő szerepe is. Tehát azért volt többször is olyan, hogy olyan témát dolgoztunk fel, mint a sádlügy, vagy a, nem tudom, az alapítványi kiszervezések, amiket azért megírtunk mi cikkekben, csak így eljutott egy más közönséghez is. Tehát azt mondanám, hogy részben a saját erős anyagainkat még tovább dobó funkciója van, részben pedig a saját témáinkat ezen belül tudtuk feldolgozni. Ezt egyébként konkrétan tapasztaltad, vagy ez egy feltételezés? Az is kérdezem, mert ugye például csináltatok az identitáspolitikáról is egy adást, az volt talán a legelőső adások egyike, és ugye te erről írtál már egyszer egy cikket pont egy évvel a videó megjelenése előtt, és kvázi azt videósítottátok, de nyilván tettetek hozzá új megszólalókat, interjúk, stb. De a narratív, amit elmondtál erre ezzel kapcsolatban, hogy a kormányzat hogyan szeret egyébként utalni magára, ugye áldozataként a szabad szólásnak, és egyébként ehhez képest meg ő maga hogyan gyakorolja pont azt, amivel az ellenfeleit vádolja. Szóval, hogy azt szerinted elért nagyságrendekkel szélesebb, vagy más típusú közönséghez, mint amit te megírtál? Hát
egyrészt végül is ezt meg lehet mondani szám szerint is, mert bár az nem emlékszem pontosan, hogy hány ember olvasta azt a cikket, de tudom, hogy kevesebb ember olvasta el, mint ahányan YouTube-on megnézték, és az is biztos, hogy más közönség. Ezt kevésbé tudom a lakmusz által is hitelesített módon bizonyítani, de az, hogy számszerűen azt többen... Azt mondja, megcsinálják, te mondj be egy számot, aztán majd... Igen, tehát egy számszerűen is többen nézték meg. Vagy ott volt a sádülügy, amiről lehet, hogy nem nézték meg szám, de azt sokan nézték meg a videót, de a cikkeket is sokan olvasták el. De az, hogy mondjuk 5 darab nagyon hosszú tényfeltáró cikk minden részletét átlátni, vagy pedig megnézni azt egy 15-6 perces volt az a videó, és abban azt töményen befogadni, az szerintem egy más típusa ezeknek a sztoriknak a fogyasztásának. Miért kell hozzá a stúdió, Dani? Tehát, hogy milyen különbözik az, hogy bent ültök egy íróasztal mögött, mint amikor te például a parkolós filmed előtt ugye már jó egy-másfél, talán 2 éven keresztül hát vlogokat készítettél gyakorlatilag, hogy folyamatosan haladtál az ügybe, aztán pedig az egészet is keretbe helyezted a parkolós filmmel, de hogy miért nem elégséges az, hogy kimentek, terepen vagytok, interjúkat készítetek, a kamerába beszéltek, narratívát képeztek, mit tesz hozzá a stúdió a munkátokhoz? A vlog azt tulajdonképpen szöveg. És az volt a nagy dilemma, hogy minek olvassuk föl, hogyha már egyszer meg van írva. Miért nem rakjuk ki? Sokkal gyorsabb és sokkal olcsóbb. És hát szépen lassan rájöttünk, hogy nem így működnek az emberek, nem így működnek a nézők, nem így működik az online tér. És ha viszont ezeket az először megírt szövegeket, amiről majd még fogunk beszélni, valahogy vizualizálni kell, ehhez nagyon-nagyon fontos a díszlet. Nem is az van, hogy ezt vizualizálni kell egy szöveget, hanem engem ez foglalkoztatott a legjobban igazából már az elmúlt nagyon sok részben, hogy miért van ez mozgóképen, tehát hogy mi az, amit ki lehet hozni ebből a formátumból, hogy mozgókép, és ugye az sokkal több, mint egyszerűen az, hogy elmondunk egy szöveget, amit megírnánk egy cikkbe, és rárakunk képeket, mert nem ezért csináljuk, hanem ez a nyelv ugye egy csomó mindenre alkalmas, amire a szöveg nem. Tehát az, hogy ha egy kimondott mondat helyett, ha 2 jelenetet úgy vágunk egymásra, az sokkal többet tud mondani, ha egy képet kicserélünk, vagy a megfelelő pillanatban teszünk be, vagy itt akkor talán az egyik első pillanat, amikor ki lehet emelni az ott csíkos pólóban, baseball sapkában ülő kis Bencét, aki a mixek és betétek egyik művészi készítője. Szóval, hogy nagyon sokszor az, ahogy ő összerak egy aktuális ügyről valamit zenével pörögve forogva, azért az messze túlmutat azon, hogy egy szöveghez készült illusztráció, hanem hogy önmagában is elmond valamit ezeknek a sztoriknak a lényegéről. És hát ez az, amivel nagyon sokat dolgozunk szerintem, hogy ilyenek sikerüljenek, hogy legyen valami oka annak, hogy ez miért videó azon túl, hogy videó. De talán jobb példa, hogy el is lehet olvasni egy Csehov drámát, és tök jó, de azt utána színpadra víve teljesen más élményt ad, és hát amikor elkezdesz gondolkodni azon, hogy ennek a szöveg, ez a szöveg milyen hangsúllyal, milyen díszlettel, milyen szünetekkel, és ugyanezeken gondolkozunk mi is a Yeti közben, hogy van egy szövegünk, oké, ez egy alapszöveg, és ehhez kell most díszlet, ezt most valahogy elő kell adnunk, itt most szüneteket kell tartanunk, itt most, és egymással is beszélgetünk, meg vitatkozunk, hogy milyen gesztusokat használjunk, mi az a gesztus, ami sok, mi az a gesztus, ami viszont kevés, és ebbe tartozik bele a díszlet is. Azt most megválaszoltátok valamelyest, hogy a 444-en belül mi a funkciója a magyar Yetinek, de hogy egyébként szerintetek így a magyar, nem tudom én, média szintéren mi az, ami megkülönbözteti ezt például más típusú videóktól? Tehát, hogy kik azok a magyar, nem tudom én, média szintéren, akiket ti követtek, az ott esetben inspirálódtok belőlük? Láttatok esetleg olyan típusú hatást, hogy a ti videóitok alapján indulnak el egyesek és akarnak mondjuk hasonlóképpen videórovatot fejleszteni? Egyáltalán mit gondoltok a magyar videós szintéről kifejezetten a média vonatkozásában? Hát az nagyon feltűnő volt, hogy ez volt szerintem az első olyan országgyűlési választási kampány, amin a YouTube-on zajlott nagyon nagy részben. Tehát voltak persze már... Ez biztosan kijelenthető szerinted? Már itt melyik rész, hogy az első, vagy hogy ott zajlott? Hogy ott zajlott. Nem, hát az, na, tehát ez a része volt túlzás, de hogy az eddigi legnagyobb mértékben zajlott ott, az biztosan kijelenthető. Tehát, hogy azért még egy ciklussal ezelőtt is inkább az volt az általános hangulat, hogy a YouTube-on a közélet az nem annyira megy, alig páran csinálják. Most azért messze nem erről volt szó. Egyébként annak voltak is következményei, hogy ez így zajlott. Ez most ebben nem tudom, hogy belemenjünk-e vagy ne, talán később menjünk bele.
De hogy minden esetre megérett oda a YouTube, vagy eljutott oda, hogy egy ilyen téma azért az jelen van rendesen, sokféle nézőpontból megjelenik, sokféle ember megszólal ebből a témában, és nem számít már különlegességnek az, hogy valaki közéletről beszél YouTube-on. Szerintem is ebben az mindenképp érdekes, hogy legalábbis a mostani országgyűlési választás már zajlott a YouTube-on. Nem azt mondom, hogy ott zajlott, és ez volt a mondjuk a legfontosabb kommunikációs terepe. Volt, aki azt gondolta egyébként ebben a kampányban, hogy ez az egyik legfontosabb fórum. Ugye el is mondhatjuk, hogy Márki-Zay Péteren lehetett érezni, hogy azt gondolta, hogy ezen keresztül tudja a legnagyobb hatást gyakorolni a közvéleményre. Hát, hogyha azt nézzük, hogy a te videódból ugye ki tudták vágni azt az egy háborús részt, és arra fel tudtak húzni egy kampányt, akkor mindenképpen a YouTube-nak volt jelentősége. Viszont mégiscsak elmondom, amit rájöttem, hogy menjünk bele, mert az szerintem egy fontos vonal, amiben az előbb nem akartam belemenni. Tehát, hogy a YouTube az nem egy semleges fórum, hanem vannak jellegzetességei, és ezek a jellegzetességei itt szerintem, amikor először csak arról beszéltünk, hogy a YouTube-on megy a közélet, azt nem feltétlenül vettük annyira figyelembe. És ezzel kapcsolatban pont a nálatok menő belépési küszök podcastben volt szerintem egy nagyon jó meglátás Schulz Nórától, aki ugye azt mondta, hogy ugye van az a tulajdonsága YouTube-nak, hogy azért nagy többségében férfiak nézik. Azon belül is ráadásul fiatal férfiak. Tehát elég, nem tudom, 70-80%-ban férfiak nézik. Ami azt jelenti, hogy azért mégiscsak valamennyire meghatározza ezt az egész közeget, és nincsen semmi baj a fiatal férfiakkal, hát mindannyian csodálatos lények vagyunk, de mégiscsak nem képezzük le teljesen ugye az egész népességet. És az, hogy ez az ellenzéki előválasztás, meg az egész körülötte lévő buzz ebben a közegben zajlott, az azt jelenti, hogy olyan közegben zajlott, ami nem képezte le az egész népességet. És az, hogy ebben a közegben ugye egy Márki-Zay Péter típusú figura nagyon népszerű tudott lenni, abból nem következett egyenesen az, hogy ő nagyon népszerű lesz az egész népesség körében, de ez akkor még igazából nem volt ennyire világos, mert inkább onnan nézte mindenki, hogy hú, hát a YouTube betölti kicsit most a hiányzó médiák szerepét, stb. Ami igaz, csak ez nem egy semleges forma, nem egy semleges platform. Én részben erre akartam rákérdezni, részben pedig arra, amire a Dani is utalt, hogy szerintem is volt egy ilyen percepciós tévedés az ellenzéki kampánycsapat részéről is. Egyébként amennyire ráláttam, a Fidesznél is volt ez, tehát hogy így messze-messze nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a YouTube-nak, mint amelynek a jelentőségenek valójában van arra vonatkozva, hogy hány százezer ember számára tematizálhatná. Elbuktam. Hát nem adhatok más, mint lényegem. Tehát, hogy mennyi ember számára írja elő, hogy mi a politikai napirend. És hogy ez engem érdekel, hogy benneteket ez például hogyan foglalkoztat. Tehát, hogy amikor arról gondolkoztok, hogy mondjuk az, amit ti egy ilyeti videóban lefektettek és kiraktok szombatonként, hogy az mondjuk arra a hétre tényleg meghatározza azt, hogy miről beszélgetnek aznap este házi bulikban, bulikban, egyáltalán családi-baráti összejöveteleken, egy nagyon jelentős réteg a magyar társadalomnak, aki mondjuk egyáltalában valamilyen módon a nyilvánosságban még formálja a nem tudom, politikai diskurzus. Tehát, hogy hogyan gondolkodtok a saját nézőitekről, és hogyan gondolkodtok arról, hogy ti milyen módon segítitek elő az ő politikai tájékozódásukat? Hát az ember hajlamos, legalábbis én azt láttam a kollégák között, hogy hajlamos azt hinni, hogy tematizálni tudja a közéletet, és arról beszélnek az emberek, amit ő készít, és amiről ő gondolkodott, és amiről ő írt, vagy videózott. De hát ez egy illúzió, ez olyan, mint amikor a politikusok mennek, és mivel meglapogatják a vállukat, úgy érzik, hogy nagyon népszerűek, és a negatív visszajelzésekből sokkal kevesebbet kap az ember frontálisan élőben. Én ezzel kapcsolatban sokkal pesszimistább vagyok, és én azt gondolom, hogy ezek pillanatok. Tehát megnézik az emberek, egy érzést hagy bennük, és nem hiszem, hogy bármilyen médiatartalom, illetve nagyon ritkán gondolom azt, hogy médiatartalom igazán tematizál. Tehát hogy olyan mély, olyan sűrűn jönnek ezek, hogy én azt gondolom, hogy egy kicsit több egy jó YouTube videó, mint egy Instagram pörgetésnél egy képkocka. Másként kérdezem, videós politikai újságírók vagytok. Számotokra mit jelent az, hogy politikával foglalkoztok újságíróként? Részben azt jelenti, hogy megpróbáljuk valamilyen módon leírni azt, hogy egyáltalán mi az a rendszer, amiben élünk, mert ugye ez se teljesen világos. Ez nem egy alapállapot szerintem
állampolgároknak, meg újságíróknak, hogy azért nem is tudják pontosan megmondani, hogy mi az, amiben benne vannak, és egyáltalán erről vitákat kell, meg nem csak kell, hanem érdemes folytatni, hogy egyáltalán hogyan gondolkozzunk arról, amiben vagyunk. Ez szerintem mindenképpen egy minket kiemelten foglalkoztató kérdés, és nem ilyen akadémiai szinten, tehát nem azért, hogy most mi a megfelelő elnevezés rá, mert az másodlagos, hanem abból, hogy ugye hogyan gondolkozunk abból, hogy miben élünk, azért abból következik egy csomó minden, az, hogy hogyan állunk a közügyekhez, hogy mit várunk egy választástól, hogy mit várunk egy kormánytól, egy ellenzéktől, azért ez máshogy fogalmazódik meg egy liechtensteini állampolgár fejében, mint egy oroszországi állampolgár fejében, és egy kettő között lévő állampolgár fejében is. És ez nem egy lezárt munka nekünk szerintem, az biztos. Tehát ez nincsen erre még egy végleges válasz, már csak azért sem, mert a rendszer sem jutott el egy végleges állapotába, hanem változik folyamatosan. Nem azt mondom, hogy ezt jelenti újságírónak lenni, de az biztos, hogy engem ez érdekel, és mi ezzel próbálkoztunk azért, hogy abban egy kicsit segítsünk a nézőknek, vagy nem is segítsünk, de mondjuk elmondjuk azt, hogy mi hogy látjuk azt, hogy nagyjából mi ez az egész, amiben vagyunk. Ezért kezdtük például az idei kampányidőszak, ugye a hivatalos kampányidőszak, amikor elindult februárban, akkor az első videónk az arról szólt, hogy a választás, ahol az állam kampányol a Fidesznek, tehát hogy nem úgy érdemes azért ezt nézni, mint egy ilyen, nem tudom, demokratikus ünnepet, ami sokszor egy választás, hanem hogy azért itt eleve teljesen máshogy néznek ki a keretek. De amikor készítjük a Yetit, és attól függetlenül, hogy ez eldőlt, hogy közéleti és politikai lesz, soha nem úgy gondolunk a következő adásra, mint egy politikai projektre. Tehát nem üzeneteket fogalmazunk meg, és nem is azon gondolkodunk, hogy tudjuk tematizálni mondjuk a közbeszédet, vagy hogy tudjuk azt befolyásolni. Sokkal nagyobb agymunka az, hogy megértsük ezt a rendszert, ami iszonyatosan gyorsan változik, és abban megegyezzünk kb., hogy igen, ezt most közösen mi ketten így látjuk, és egymást próbáljuk meggyőzni, és nem arra fókuszálunk, hogy a politikai üzenet megfelelő targetálásával valahova eljussunk vele. No, hogy bírjátok mentálisan ezt a munkát? Mármint beleteztek egy csomó melót és a választási eredmények alapján, mintha ennek semmi értelme / eredménye nem lenne. Egyre több aljas dolog kerül elő, egyre több visszaélés derül ki, mégis egyre többen támogatják ezt a rendszert, / hiszik el a kormány narratíváit. Gondoltatok már arra, hogy feladjátok, mert a kormány propaganda elleni küzdelem reménytelen? Hát szedjük szét a kérdést, hogy bírjátok mentálisan ezt a munkát? Én nehezen. Tényleg? Az a cél, hogy ezt jól el tudjunk valamit mesélni, és azt, hogy ezt jól el tudjuk mesélni, az abba fektetett energia azért az nagyon sok nehézségen át is segít, szerintem. Mondok egy konkrét, ez tényleg egy konkrétumot. Valószínűleg sok embernek azért a választás éjszakája az egy... Nem volt munkanap. Átlagosnál nehezebb éjszaka volt. Nekünk ugye úgy telt az éjszaka, hogy akkor elhatároztuk, hogy hétfő reggelre legyen egy kész epizódunk, ami ugye egy sokkal feszesebb tempó, mint általában, amit szoktunk. És ezért aztán igazából az, hogy most itt mi történt, meg mi zajlik körülöttünk, az nekünk akkor sokkal inkább egy alapanyag volt annak, hogy oké, ezt meg kell csinálni. És nem tudom, hétfő hajnali 5-kor, amikor már dolgoztunk, nem tudom, 12 órá folyamatosan, ugye a negyedik, kétharmad első hajnalán, akkor az volt az alapélmény, hogy a kis Bencével próbáljuk beállítani, hogy a résznek a végén, a Listen to Your Heart előtt, ti fideszes megszólalónak a reverbje kellően jól hangozzon 3-szor vissza, hogy utána belecsúszson a zenébe. És így kezdődött nekünk a negyedik, kétharmad, és ezek azért egyrészt sokat segítenek nekünk is, meg utána azért kiderült, hogy például egy csomó embernek jól jött, hogy volt egy ilyen hangulatos zene. Pattints le, de hogy arra, amire aztán, tehát miért így szolidan válaszoltál rá, hogy téged azért mentálisan ezen helyzen érintenek, van olyan szakmai vonatkozása, ami a nyilvánossággal megosztható? Persze. Azért nehéz munka, amikor az ember megnézi, ideális esetben nem érzi az izzadságszagot rajta, hanem 13 percben sűrítve megkap egy gondolatot, egy elemzést. Viszont ez azért nehéz formátum, mert fejben kell vágni. Tehát az, amikor írod az anyagot, pontosan kell tudnod, hogy milyen videóbetét az, amit már nem kell megírnod, ami nem szövegben jelenik meg, amit nem mi mondunk el, hanem a Kósa Lajos fog ott makogni valamit.
utána a következőnél lesz egy klippes betét, ahol megmutatjuk, hogy mi történt egy eredményvárón, akkor ezt most kihagyjuk. Tehát az a lényeg, hogy amikor az elejét, az egészet elkezded, akkor már mindennek a fejedben kell lennie, hogy a végén ez összeálljon, és a szöveg, és a videó, és a zene, és a bejátszások, és az interjúk, azok jól simuljanak egymáshoz, és egy szöveget adjanak végül ki. Ezért ez egy aránylag nehéz struktúra. Ez engem például, tehát ez nehéz nekem, de én a nyilvánosságot, mint olyat, azt is terhesnek érzem. Tehát zavar, hogy ennyien eljöttek érdeklődően a Red Hot Chili Peppers fellépésének az estéjén, és inkább téged választottak is a Gergőt, semmint. Én nagyon örülök, de azért a Geri most el tudja mondani, hogy az első nem tudom hány adás követően, amikor én megláttam a nyersanyagot, akkor így hisztériáztam neki a telefonba, hogy szarul nézünk ki, hogy szarul beszélünk, hogy béna, tehát hogy én ettől én kiszt is leszek, ez engem frusztrált, tehát nem az van, hogy visszanézem, és pazd meg, benne vagyok a tévében, meg az internetben, tehát nem ez az érzésem van, hanem az, hogy ez sápat, ez rossz, ebben nincs élet, ebben nincs derű, és így ordítoztam már, hogy ez ugyanolyan lehúzós, mint az egész magyar közélet. Hogy ezt valahogy, hogy tudjuk mindezt, amit elmondunk, közben hogy tudunk derűsek lenni. És ez volt a mániá. És ez miért kell derűsnek lenni? Mert tehát én ilyen tartalmat szerettem volna. Tehát nem, de te nem az vagy föltétlen, akkor miért kell? De közben mi egyébként mi elég derűsek vagyunk, csak ezt nem tudtuk bele tuszakolni abba a 13 percbe, mert a hibrid rezsimről gondolkodtunk, vagy nem tudom miről éppen, és utána a végén azt éreztem, hogy ez nem lett olyan, amilyen hangulatot én szeretnék ebben a stúdióban. Nem lett olyan, de a fényektől kezdve a játékunkon át mindennel kapcsolatban nekem bajom volt, de az is van, hogy igen, annyira azért én nem szeretem ennek a szereplés részét. Aztán utána rögtön adom a szót, de ez engem nagyon érdekel, mert hogy szerintem az, hogy titeket ez adott esetben érzelmileg megvisel, vagy hogy például ugye a Gergő fogalmazott úgy, hogy munkává válik a politika, és ezért egy kicsit el is idegenít attól, hogy így nagyon beenged magadba, és így mondjuk egy negyedik kétharmadhoz bármilyen érzelmi viszonyt ki tudjál alakítani. De hogy közben meg szerintem azok az anyagaitok, aminél lehet érezni a személyes involváltságot, és mondjuk itt, tehát hogy amikor lehet érezni azt, hogy ha Martos Dániel még egy milliárd rászakad, akkor neked konkrétan megszakad a szíved, azt szerintem így hozzátesz a dolognak a komolyan lehetőségéhez, meg ahhoz, hogy így át tudjam élni ennek a közéleti botrányát, a napi három ugyanilyen típusú, hát erről szól a kérdés, hogy rengeteg ilyen botrány történik, mitől válik egy botrány különlegessé, és szerintem neked ott van nyilván egy olyan több éves viszonyod ezzel az egész történettel, ezzel a figurával, ami behúz engem is. És csak ezért kérdezem, hogy föltétlenül miért baj az, hogyha nem a derű az, ami a munkaszervező elve? Nem azt akarom, hogy az egészet végig bohóckodjuk. Ezt is mondta Jaki pont, hogy ne bohóckodjak a színpadon. De hogy azt igenis szeretném megtartani, illetve a tartalomba valahogy belevinni, hogy mi valójában a hétköznapi kommunikációnkban elég derűsek vagyunk. De azt azért érzem a 444-en, hogy a 444 az elmúlt években, és nyilván erre a Covid-járvány rápakolt, erre a háború rápakolt, nem tudjuk úgy áttransformálni a közöttünk lévő derűt, iróniát, szarkazmust a tartalomba, és ez engem zavar. És azt gondolom, hogy ezen ugyanúgy lehet dolgozni, hogyha ez a készségünk megvan, hogyha ez közöttünk megvan, akkor ne hagyjuk ki a tartalomból valami udvariasságból, vagy azért, mert azt gondoljuk, hogy így kell a helyzetnek megadni a tiszteletet, mint például a Covid-járvány. Akkor csak három dolog is lett, amire szerettem volna reagálni. Tehát, hogy engem is megvisel mentálisan az a része, amikor még mondjuk a szöveget kell írni, és úgy érzem, hogy így nincs meg, még nem állt össze, de másnap reggel már megbeszéltünk egy forgatást, és még nem állok ahhoz képest sehogy, és tudom, hogy kész kell redni reggelre, hát azok azért nagyon-nagyon nehéz és frusztráló és idegtépő pillanatok tudnak lenni, csak amikor viszont utána vannak ilyen pillanatok, hogy na most ez itt összeállt, ez itt megvan, és pláne amikor a végén is az az érzés, ez itt megvan, az kárpótol bőven ezekért a pillanatokért.
Az elején rosszul néz ki kérdésre, hát az, mert az elején rosszul nézett ki. Nem tudtuk, nem voltak ilyen képességeink, nem tudtuk, hogy kell ezt csinálni, és akkor itt most a sajnos egy nagyon fontos szereplő nincs itt a magyar YETI történetében, Botos Tamás, aki hát egyrészt az operatőre az összes résznek, de azért ő sokkal több annál, ő építette fel tulajdonképpen. Tehát a díszletet magát a Schnabel Zita tervezte, de az, hogy egyébként itt legyen egy működő stúdió, azt Botos Tamás építette fel, úgyhogy ezt ő hát nagyjából YouTube videókból tanulta meg munka mellett, mert egyébként mellette meg végezte a 444-nél az alap munkáját. Csak lábjegyzett, hogy a Fekete Tamás világosító nevét is azért említsük meg. Igen, és többek között tőle is segítséget kért. Szóval, hogy az, hogy az elején nem nézett ki jól, az szerintem is így van, csak azt gondoltam én akkor, hogyha most itt arra várunk, hogy akkor induljunk el, hogyha minden, nem hogy tökéletesen, de mondjuk szerintük jól néz ki, akkor ezzel nem fogunk elindulni. Tehát kezdjük el, tanulni fogunk belőle, én le tudom nyelni azt, hogy az elején nem néz ki olyan jól, mert tényleg nem néz ki olyan jól, de a másodikban már kicsit jobb. A harmadik hétre a Botos még egy csomó mindent megnéz, és aztán szerintem mondjuk őszre már egészen máshogy nézett ki az egész, megtanult új dolgokat, utána már tudtunk új fényeket berakni, minden ilyesmi, ami lehetett volna azt is az első rosszul kinéző videó után, hogy na ezt hagyjuk. De hogyha van egy állandó visszatérő formátum, azért az rákényszerít arra, hogy csináljuk, és akkor jövő héten legyen egy kicsit jobb, tegyünk bele még ezt, és erre is jó egyébként a visszatérő formátum. A harmadik, az mi volt? A derű. A derűről pedig csak annyit, hogy szerintem ez nem egy olyan értelemben vett ilyen kicsattanó bohóckodás, hanem ez a legjobb értelemben vett kelet-európaiság, vagy közép-európaiság, hogy a legsúlyosabb dolgokon is hadd lehessen már rögni is egyben, és mindenben legyen benne egyszerre a tragédia, meg a komédia is. Tehát, hogy én szerintem így, vagy ez az, amit próbálunk azért ebbe belevinni, vagy nem csak az, hogy belevinni, hanem ez az, ami jön zsigerileg. Bocsánat, nem vagyok színpadra szokva. Hogy egy olyan kérdést akarok föltenni, mint a Partizánnak is föl lehetne tenni, de most nektek fogom föltenni, hogy 2014 óta nagyjából mindegyik választásnak az a kormány oldalon kívüli értelmezése, hogy hát el kell menni vidékre. Egy ilyen eléggé definiálatlan vidékkoncepcióval szokták ezt így megfogalmazni, amiben egyre működik, nem tudom én, Győr, Felcsút, Nyíregyháza, mit tudom én, Szolnok. Tehát ugye ezek nyilvánvalóan nem egyenértékű települések, és nyilvánvalóan teljesen más típusú problémák, más típusú élethelyzetek vannak ott, és így tovább. De hogy így engem nagyon érdekelne, hogy azt gondolom, hogy a YETI-t nézni, ahhoz kell egy ilyen viszonylag jól fejlett vizuális, meg ilyen digitális olvasási készség. Tehát, hogy értsi mondjuk a bevágások, azok miről szólnak, érteni mondjuk azokat a poénokat, amelyeket használtok, azokat a referenciákkal, azokkal rendelkezni, azokkal a kulturális mintákkal, ami alapján meg lehet érteni sok mindent. És én nem azt mondom, hogy magas a belépési küszöb, hanem csak azt mondom, hogy a produktum teljes élvezetéhez ezek nyilvánvalóan hasznosak. És hogy az a kérdésem, hogy felteszem, ti is érzékelitek, hogy a ti néző közönségetek is életkorban, földrajzi helyzetben, osztályhelyzetben erőteljesen determinált. Titeket foglalkoztat ez a kérdés, akár a választástól függetlenül is, akár a választás miatt van-e olyan reflexiótok, amiről érdemes így beszámolni? Tehát, hogy nektek hogyan értelmeződik az a kérdés, hogy a közönségetek, aki természetesen már a tiétek, hogy azon túlmutatóan hogyan lehetne esetleg újabb nézői körökhöz, csoportokhoz eljutatni a YETI-t? Egyáltalán szempont ez számotokra. Én azért azt hiszem, hogy a YETI nagyon közérthető. Tehát egy egyszerűen fogyasztható formátum és műsor, és ez szerintem látszik is a nézettségén, hogy egyszerűen, hogyha ez sokkal szeriőzebb tartalom lenne, akkor egyszer nem néznék ennyien. Attól még, hogy lemegyünk vidékre, attól még nem a vidékiek fogják nézni. Ezért nyilván önmagában baromsága le kell menni vidékre, mint hogy mondjam, a jelenlegi politikai helyzetnek a megoldása, de azt gondolom, hogy ezzel nem szélesedne, hanem pont, hogy szűkölne a mi közönségünk, de lehet, hogy ez másra is vonatkozott. Lehet, hogy ez arra vonatkozik igazából, hogy nekünk más témákkal kell foglalkoznunk, hogy nekünk ki kell mozdulni ebből a gondolkodásból, hogy a rendszerrel foglalkozunk, hogy a rendszert akarjuk megfejteni, hogy a rendszer működését mutatjuk be, hogy most nem is sorolom a különböző bonyolult elemeit, és ez valóban egy kérdés, de szerintem ezt sem úgy kell megközelíteni, hogy ezzel most szélesíteni vagy szűkíteni tudjuk a közönségünket. Te is tudod, szerintem meg mindannyian tudjuk, hogy ezt egyszerűen lehet, hogy
bizonyos televízióknál, bizonyos formátumoknál be tudtak lőni, meg targetolni tudtak nézőket, és azt valahogy el tudták érni, de ez nekünk soha nem fog sikerülni azzal, ahogy mi dolgozunk. Tehát mi hiába lőjük be, hogy most a fiatalokat becélozzuk, most a Csongrád megyeieket becélozzuk, ez nem fog menni, ilyen tartalmat nem fogunk tudni előállítani, és pont a Csongrád megyeiek biztos, hogy nem fogják nézni. Az egy más kérdés, hogy el kell-e azon gondolkodni, hogy a tematikán változtassunk, hogy... Akkor ide hadd kérdezek valamit még, mert ez nagyon érdekel, hogy nyilván a témaválasztásotok az kifejez egy politikai érdeklődést. Mi az, amit fontosnak tartotok az ország ügyei közül? És hogy volt szintén egy ilyen kvázi megfejtés, vagy legalábbis ez is így a ellenzéki, vagy nem tudom, kormányzattól független diskurzusnak a része, hogy hát ez az egész ilyen korrupciós tematika, ez alól igazából a negyedik kétharmad mindenképpen kihúzta a talajt, ez magyarok széles tömegeit nem érdekli. Én nem azt mondom, hogy ez egy valós helyzetértékelés, csak mondom, hogy mi az, ami, vagy most interpretálom ezt. És hogy engem nagyon érdekelne, hogy miközben azért nálatok a korrupciós tematika a Yetiben igen erősen jelen van. Ugye a legelső videó arról szólt, hogy a felcsúti per és az elszámoltatás hogy nézne majd ki. Rogán Antalról is alapvetően a korrupciós ügyei alapján készítettek egy adást, az volt a harmadik vagy a negyedik, a Martos Dániel anyag, és így tovább. Tehát a korrupció az nálatok mindenképpen a korrupcióval való foglalkozás és annak is kifejezetten a gazdasági vonatkozásai az egy meghatározó tematika. Lehet-e ezzel foglalkozni, kell-e foglalkozni? Titeket bármilyen szempontból érdekel az, hogy mondjuk a választást ilyen szempontból valami fajta értékmérőnek tekintsétek, vagy ezt igazából mind félre kell tenni, mert az újságíró logika totálisan más diktál? Hát szerintem az utóbbi egyértelműen. Tehát, hogy itt most azért tényleg két különböző csoportnak a szempontjait vetetted egybe, amikor egyrészt azt mondtad, hogy egy választási győzelemi esélyek szempontjából egy ellenzéki pártnak mondjuk a korrupciós tematika az nem feltétlenül nyerő, az semmilyen módon nem egyenlő azzal, hogy egy újságnak érdemes a korrupciós ügyekkel foglalkozni, vagy nem, már csak azért is, mert hogyha most a mi számainkat nézzük meg, akkor azért ezek mind nagyon sikeres videók voltak, és mi nem választást akartunk nyerni ezekkel a videókkal, hanem az olvasókhoz eljuttatni ezeket a történeteket. Ennek nincsen olyan szándéka, hogy ez bármilyen módon számszerűleg sincs olyan szándéka, hogy a magyar választópolgárok több mint 50%-hoz eljusson, ahhoz talán még a rep háborút se nézték meg annyira, hogy azzal választást lehetne nyerni, vagy azt igen? Na. Másrészt meg nem is cél ez, azt hiszem. Hát a másik, hogy ugyanazt mondtam, hogy nem egy politikai projekt vagyunk, tehát nem egy politikai agendát közvetítünk, amit együtt kieszeltünk, és azt mondtuk, hogy most ezt meg fogjuk a lehető legjobban ezt most majdnem azt mondtam, hogy tematizálni fogjuk, de az a lényeg, hogy de ettől függetlenül vannak értékek, amikben egyetértünk, és amit igenis szeretnénk közvetíteni, és ezt szerintem mi elvi alapon foglalkozunk a korrupcióval sokszor, és nem csak azért, mert izgalmas, meg érdekes, hanem mert mi egy olyan világot szeretnénk, meg egy olyan országot szeretnénk, ami ennél jóval tisztességesebb. És tudom, hogy az alapvető értékrend most például mondjuk a kormánynál az, hogy erősek legyünk és büszkék, én meg jobban szeretnék egy mondjuk őszintébb és tisztességesebb országot, te meg lehet, hogy jobban szeretnél egy igazságosabb országot. Azt én is szeretnék, de most én a mi videóinkban talán a tisztesség az előrébb van. Hadd tegyem fel másként a kérdést, hogy egy kicsit még hadd challenge-eljek ebben, hogy ugye a Lánci Andrásnak volt ez az elhíresült mondása, hogy amit korrupciónak mondanak, az valójában a Fidesznek a gazdasági programja, vagy gazdaságpolitikája. És hogy így mi van, hogyha egyébként ő annyiban igazat mondott, hogy amit ti korrupciónak láttok, az az ő szemszögükből a nemzeti burzsóázia, a nemzeti tőkés osztály építését jelenti, kerül, amibe kerül. És hogy engem csak az érdekel ebben a dologban, hogy az is egy politikai megfejtése egy jelenségnek, amiről azt mondják, hogy vállalható a költsége, hogy cserébe a magántulajdon teljesen relatívvá válik, hogy nincsen semmifajta jogbiztonság, hogy visszamenőlegesen lehet törvénykezni, stb. Tehát, hogy nekik azt mondják, hogy nekünk ez mind megéri, mert ez a politikai olvasatunk, de az is nekem egy politikai olvasatnak tűnik, hogy azt mondjátok, hogy már pedig ez a mi értékrendszerünk alapján a tisztességtelenség kategóriájába tartozik. Meg, szóval az van ezzel szerintem, hogy ez egy picit utólag lett ráhúzva, ez a nemzeti tőkés osztály kérdés, és ez azért fontos,
mert ezt az elején, tehát egy csomó figurával kapcsolatban ők maguk is titkolták. Tehát ez nem így indult, hogy akkor most mi mondjuk ki, hogy építünk egy nemzeti tőkésosztályt, és ez egy legitim dolog, és ezt ezzel lehet vitatkozni, hanem itt azért akár Mészáros Lőrinc esetében, akár Tibor István esetében, hát lebukások sorozata volt. Ugye ez egy ismétlődő minta volt, hogy dolgokat megpróbálnak ezeknek az embereknek a gazdagodásával kapcsolatban eltitkolni. Ezt oknyomozó újságírók kemény munkával kinyomozzák, utána ez kiderül, majd amikor tagadhatatlanná válik, akkor egy idő után ilyen magától értetődő igazságként kezdik el prezentálni. Tehát ezért nekem egy kicsit nehéz teljesen jóhiszemű olvasatként elfogadni valamit, ami nem így indult egyáltalán, és csak azért jutott el ide, mert az újságírók megcsinálták most ezt a munkát, ami állítólag egyébként nem érdekli az embereket. Valójában persze érdekli. Úgyhogy volt is egy ilyen Yeti adás, ami arról szólt, hogy nekem azért van problémám ezzel a nemzeti nagytőkével, méghozzá az, hogy mindig végül kiderül, hogy ez a nemzeti nagytőke, ez Orbán Viktor tőkéje. Tehát, hogy valójában, amikor a nemzeti nagytőke médiához jut, akkor eljön érdekes módon egy pillanat, amikor mindenki egyszerre az összes médiáját átadja a Kesmának. Egy csettintése. Milyen nemzeti nagytőke az, aki ajándékba átadja, amire utána Orbán Viktor egy napra ráírja, hogy nemzetileg, nemzetstratégiailag kiemelt, tehát nem vizsgálhatják. Milyen nemzeti nagytőke az, aminek a repülőjét a miniszterelnök használja? Tehát, és akkor még sorolhatnánk azokat a... Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy mi most új Széchenyiket, meg Wesselényiket építünk, bár azokat egyébként nem építették. A másik, hogy azért a konzervatív gondolkodó láncitól azért ez a... Tehát, hogy azt úgy nem ígérték meg a választás előtt, hogy itt forradalom lesz. Hogy egy baloldali forradalom lesz, amikor vagyon újraelosztás fog történni, és elveszik valakiktől a vagyonokat, és utána azt szétosztják máshogy. Ez történik, nem? Vagyon újraelosztás van, nem? 10 óta. Igen, de mondjuk ennek a baloldali karakterét nem látom be, de mindegy, folytasd kérlek. Akkor azt mondom, hogy te nem látsz mondjuk a kultúrharcban sem mondjuk ilyen, hát akkor a baloldali az lehet, hogy akkor most megint szemantikai vitában, de mondjuk, hogy bolsevik, akkor így mondhatom. Bolsevik tempó, tehát amikor nem, nincs benne bolsevik tempó. Jó. Pont forradalmi elem nincsen benne, ez egy nagyon egyszerű föltőkésítése bizonyos érdekköröknek, amely politikailag abszolút megbízhatóak, és ilyen szempontból csókosok. Én ebben forradalmi elemet nem látok már olyan értelemben, hogy így alulról indulóan, valamilyen módon ténylegesen népi akarattal beazonosítható körök, nem tudom én, kerülnének vezető pozícióba. Itt szerintem az van, hogy helyet cseréltek bizonyos csoportok, és most ők azok, akik osztják azokat a lapokat, amiket korábban sokkal szétaprózna, jó, mindegy, de itt ez egy fontos eleme volt, hogy ezek nem csoportok. Tehát Dani, ugye az a rész is arról szólt, hogy ezeknek a csoportoknak, vagy ennek a csoportnak a tagjai, ezek nem valós figurák, nem oligarchák a szónak a klasszikus értelmében, hanem Orbán Viktornak a avatárjai, bábjai, stb. Ami ugye sok szempontból pont így van a putyini rendszerben, és ez is egy nagy hasonlótság, hogy a 90-es évek oligarchikus Oroszországával szemben most már nem nagyon vannak ott valódi oligarchák. Ugye volt is a háború elején egy ilyen, amikor Putyin összehívta itt a legfontosabb gazdasági szereplőket, és ugye annál a jelenetnél is azért azt mondták már leginkább az Oroszországot jól ismerő újságírók, hogy itt már nem arról van szó, hogy itt most összehívta a fontos szereplőket, hanem ezek az ő emberei. Húzz egyet, Dani. Megúsztátok, és legtetéről húztak újabban. Na, mit gondoltok, mekkora az esély arra, hogy esetlegesen a következő választáson változás lesz Magyarországon? Mi lenne szükséges ehhez, valamint az európai Magyarország elleni eljárások, stb. Meg tudná dönteni valahogy a mostani rendszert? Én válaszolok. És egy értelmező kérdés ez, mert most már a többedik ilyen kérdést tesszük, vagy húzzuk ki, és egyébként amikor én azért is választottam ezt a módszert, mert nem tudtam volna igazságosan válogatni a kérdések közül, de hogy azért alapvetően a kérdések mindegyike arra irányul, hogy ti A. milyen politikai megfejtést láttok erre a rendszerre, B. milyen politikai szerepet fogtok vállalni a következőkben, C. mit lehetne tenni szerintetek a rendszer leváltása érdekében. Szóval azért ez valamit kifejez szerintem, hogy a nézőitek, azok, akik a legaktívabbak is kommentelnek, ilyen módon tekintenek rátok? Ezt mivel magyarázzátok, és aztán válaszoljatok erre is. Nyilván bele vagyunk tolva egy politikai szerepbe. Tehát, hogy ez attól kezdve, hogy az Indexnél dolgoztunk, és az Indexet úgy döntött a Fidesz, illetve Orbán Viktor Simicska Lajossal először utána Mészáros Lőrinccel, hogy megszerzi,
attól kezdve egy harc alakult ki, aminek nyilván volt politikai aspektus. Tehát mi akkor 2010-ben rögtön belelettünk tolva egy ilyen olyan harcba, aminek az egyik fele mindenképp politikai szereplő volt. És ezt követően meg azt láttuk, hogy hogy a hatalom mindenképp ki akar alakítani egy olyan rendszert, ahol mi be vagyunk tolva az ellenzék halmazába, és azt szeretnék most is, meg azt hiszem, hogy azt szerették volna eredendően is, hogyha mi ugyanazt a szerepet látnánk el az ellenzéken belül, amit az ő médiájuk ellát a saját köreiken belül. És hogy amikor ezt nem voltunk hajlandók felfogni, akkor azt mondták, hogy jó, akkor csinálunk egy 888-at, és akkor talán már felfogjátok, hogy az éremnek két oldala van, és akkor is, hogyha beledöglötök, akkor is ti lesztek az érem egyik oldala. És hiába van az, hogy Szili László és Horváth Bence teljesen mást gondol a politikáról, hiába van az, hogy nem tudom, Új Péter és Diószegi Nóra soha semmiben nem fognak megegyezni a politikáról, akkor is az éremnek az az oldala vagytok, amit én mondok. Ezt ők elég jól áttolták. És az olvasóink is azt gondolják, meg a nézőink is szerintem sokszor azt gondolják, hogy, hogy ez így van rendjén. Mekkora az esély arra, hogy esetlegesen a következő választáson változás lesz Magyarországon? Gergő. Hát ez számszerűleg nem, tehát nagyon kevés az esély abban az alapján, ahogy, amit most látunk. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy el lehet-e képzelni valamit, én azt tényleg úgy érzem, hogy semminek nem lehet már úgy neki menni, hogy valamit nem tudunk elképzelni, mert azért Ukrajnában Bucsa a lakói idén februárban nem tudták elképzelni azt, hogy a tavasz végére az ő településük neve az a világon a népirtásnak a szinonimája lesz. Hogyha 4 évvel ezelőtt az előző választás után üldögéltünk volna itt, akkor nem tudtuk volna elképzelni, hogy a következő 4 évből 2 bezárva fogunk tölteni, majd utána egy háború fog zajlani a szomszédban, majd utána megint 2/3 nyer a Fidesz. Hogy szerintem érdemes egyszerűen mindent elképzelhetőnek tartani. Még akkor is, és nem azért, mert akkor megtörténik, vagy azért, mert nem tudom, a reménnyel van bármilyen összefüggésben, hanem azért, mert olyan sebességgel és olyan kilengéssel változnak dolgok körülöttünk folyamatosan, ami felé tényleg szerintem az a jó megközelítés, hogy mindent el tudunk képzelni, mert aztán meg is történnek dolgok. És ez nem, tehát, hogy erre, ez, na most rögtön visszautalva, hát ebben a pillanatban szinte egyáltalán azt sem tudnánk elkezdeni, hogy ki lesz a kihívója a következő választáson az ellenzék a kormánynak. Hát lehet, hogy a mostanál is sokkal jelentéktelenebb, tét nélkülibb, lefutottabb, nem tudom, micsoda lesz az egész. Nyilván mindez a legvalószínűbb, és mindenre felé megy, hogy még így az ellenzéki szereplők is le fognak cserélődni valami irányított, domestikált valamivé. Csak közben meg olyan egyszerűen a világ, hogy mindent el kell, mindent érdemes elképzelni. Amikor a Péter Pomerantsev nevű propaganda kutatóval csináltam egy interjút nem olyan régen, és akkor beszélgettünk, volt benne propaganda, fake news, nem tudom, minden, és az utolsó kérdésem az volt hozzá, hogy mit érdemes olvasni mégis, hogy mi az, amit érdemes bízni. És ő is azt mondta, hogy olvassuk minél több fikciót, mert az, hogyha és ez nem egy ilyen értelmiségi visszavonulás, hogy akkor így ne foglalkozunk a hírekkel, hanem csak a könyvek világába vonuljunk vissza, hanem az, hogy tudjuk, elképzelhetővé tesz olyan dolgokat, amiket most nincsenek. Húzz egyet te is, Gergő. Ezután. Nagyon sok kisebb párt is mozgalom van Magyarországon, akiknek versenyképes víziók vannak Magyarország jövőjét illetően. Azt a rohadt. Csak egy sugalmazó felolvasásnak érzem. Hát figyelj, 9 órakor ezért most már talán ezt is megengedhetjük. Csak röviden, hogy lehet az, hogy ezeknek a pártnak politikai tőke nélkül esélyük sincs megmutatni magukat? Minden jelenlegi nagyobb párt kispártként kezdte, vagy a tűzhöz közelült már akkor is az összes. Kispártok esélyei mennyire oligarchisztikus a magyar pártrendszer? Hát nincs erről most értelme beszélni szerintem. Tehát, hogy az elmúlt hónapok azzal teltek, hogy mindenki ezt az ellenzéki összefogást és az ellenzéki szereplőket és a választáson elindult valamit, azt rugdosta. Én ezt azért, tehát hogy ez egy nagyon kies dolog, de
Nekem mindig az az érzésem, amikor hallgatom ezeket a nagyon erős kritikákat az ellenzékkel kapcsolatban, hogy a magyar társadalom azt képzeli, és mi mindannyian azt képzeljük, hogy itt ez a demokrácia, több pártrendszer van, és nekünk járnak a fasza jó ellenzéki pártok. Hol vagytok? Nem, te, ez nem jó, jöjjön egy másik, és ezek úgy lesznek. Pedig valójában az van, hogy nekünk nem jár, attól még, hogy elvileg demokrácia van, és elvileg több pártrendszer van, nekünk nincs honnan jöjjön az a jó ellenzéki párt, hát sajnos ezt így nem fogjuk megkapni sehonnan. Így aztán én most nekiállhatok az LMP-t, vagy a Párbeszédet, vagy a nem tudom kit, de hát az van, hogy azt tudom magamnak tenni, hogy oké, vagy feltenni ezt a kérdést, hogy oké, de én, ha nekem ez nem tetszik, én mit tettem? Tehát, hogy kb. Ez a válaszom erre. Azt ugye lehet tűnni, nyári szünetre vonult a Yeti. Ebből az következik, hogy ha vége a nyárnak, akkor feltétlenül újra elindul a műsor. Kérdezem, hogy újra elindul a műsor, tehát tervezitek-e a folytatást, és ha igen, akkor kb. Mikortól, és lesz-e bármilyen olyan változás, amire érdemes már most beszélnetek a nyilvánosságnak? Hát ennél sajnos sokkal kevésbé tervezett a mi működésünk. Sok mindenen gondolkodunk, és az műsor elejé, vagy a beszélgetés elejére kell visszautalnom, hogy az, hogy ez műsorszerűen jelentkezik, ez azt jelenti, hogy a 444-en belül ez egy külön intézmény, ez egy külön működési struktúra, és azt el kell döntenünk, hogy ilyen 444-en kívüli műhelyeket hogyan működtetünk, hogy közben a 444-et ne kannibalizáljuk, az tudjon működni. A Gerinek körülbelül még 5 feladata van a 444-en belül, tehát ő neki szerkesztenie kell, neki ügyelnie kell, neki van egy csomó témája, amit vinnie kell. Nekem is vannak feladataim, szeretnénk újra nagy filmeket gyártani, szeretnénk tényfeltárással foglalkozni, nagyobb történeteket, gazdasági történeteket elmesélni érthetően, szeretnék popkultúrával foglalkozni, ifjúsági tartalommal foglalkozni, szeretném a videótékát továbbvinni, stb. Stb. Tehát, hogy azt hogy tudjuk összehangolni, hogy van a 444-nek egy működése, és teljesen máshogy működtünk mi az elmúlt egy évben, és mennyire tudunk integráns részei lenni egy online lapnak továbbiakban is, esetleg hogy tudunk más műsorokat is előállítani, tudunk-e ebbe erőforrás belerakni, tudunk-e ebbe gondolatot belerakni. Most én is hozok egyet. Figyelemre méltó munkát végeztek. Rengeteg kérdésem lenne, de nem akarok regényt írni. Az gyakran eszembe jut, amikor valami nagyon forró dologban nyúltok bele, hogy nem féltek, hogy úgy jártok, mint a szlovák újságírópár. Tesztek valami biztonsági intézkedést ez ellen, vagy bevállaljátok ezt a kockázatot? Ugye Ján Kuciákról utal a kérdező, aki egy oknyomozó munka után hát lemészárolták a feleségével együtt, csak úgy ezt a kontextus miatt érdemes hozzátenni. Én nem csinálok ilyesmit, a Danival kapcsolatban ez felmerülhet, úgyhogy... De bocs, egyébként ez téma a szerkesztőségen belül bármilyen szempontból? Vagy neked valaha volt-e ilyen típusú, nem tudom, élményed, akár szorongásod? Velünk nem ilyen típusú dolgok történnek, tehát velünk egy olyan dolgok történnek, hogy a volt munkahelyeinkét megsemmisítik. De azért az egy más típus az elnyomásnak. Hát azért gondolkodunk, tehát hogy az nem igaz, hogy nem téma nálunk, hogy a pesti srácokhoz hogy került ki az indexes belső levelezés. Tehát, hogy milyen eszközök lehetnek azok, amikkel esetleg hozzájutnak ahhoz a tartalmakhoz, amik nem a nyilvánosságnak szántunk. Tehát, hogy azon nem csak viccelődni, hanem azon gondolkodni is szoktunk. Persze, csak ezért igen, mindig a lelövéstől nagyon messze van. A lelövéstől nagyon messze van. Bár közben, ugye, nem tudom, hogy ki tudja, de ez, mint kiderült, ugye a külügy használja a mellettünk lévő lakást, és ők nem vették észre, hogy a szomszédban van a 444, ezért... Ti előfedeztétek fel őket, mint ők titeket. Így van. Bizonyos szempontból hogy... megnyugtató. Igen, igen. Tehát, hogy az egy védett lakása a külügyminisztériumnak, aztán egyszer csak ugye kijött a Gruevski, és akkor úgy találkoztunk a helyettes államtitkára, hogy ott van a titkos megbeszélés, és akkor néztük, hogy hát itt van a 444 tábla. De hát azon is szoktunk viccelődni, hogy abból a lakásból például egészen könnyen meg lehet hallgatni, meg lehet nézni, hogy mi történik nálunk.
és ilyen óvintézkedések vannak, nyilván fenyegető levelek rendszeresen jönnek, tehát hogy olyan típusú, tehát inkább kommentszerű fenyegetések azok jönnek. Másik, hogy a Geri meg azt szokta mondani, hogy félve nem lehet 444-et csinálni. Kívülről úgy tűnik, Dani, hogy neked a dokumentumfilmes terveid, azok az egy picit konkurálnak a Yetis munkáddal, és pont a partizános interjúban, amire az előbb utaltam, a Gergő vetette föl ezt, nem úgy, hanem amúgy, hogy, hát, hogy neki volt egy rossz érzése amiatt, hogy amikor te ugye pont a Gyilkosok emlékműve után fordultál volna rá esetleg egy következő dokumentumfilmre, ő keresett meg azzal, hogy mindenképpen szeretné veled csinálni a Yetit, és hogy behúzott ebbe a dologba. Ez egy közös produktum lett, és nyilván közösen is tervezitek folytatni. Lesz-e neked időd emellett dokumentumfilmezni? Ha igen, van-e már téma, amit dolgozol? Van-e bármi, amit erről elmondhatsz? Konkurál, és lett, bocsánat, hangos volt, ugye? Konkurál a tervekkel, de a Gerivel nagyon sokat beszélgetünk, vagy a Gergővel nagyon sokat beszélgetünk az arról, hogy ezt hogy lehetne összehangolni. Egyhogy neki is vannak más tervei, meg tényleg jó lenne ennél többet gyártani, és egy nagyon nehéz formátumot választottunk, ami pont hát azt nehezíti meg, hogy több tartalmat tudjunk előállítani. Én erre a választásra akartam egy dokumentumfilmet gyártani, azt nem tudom, hogy a Partizánban elmondtam, de majd kiderül. Nem. De, és azt már nem fogom megcsinálni, tehát azt mesélem el, mert én azt szerettem volna elkészíteni, hogy az előző 18-as választás előtt, 15-től 18-ig, hogy lehetett egy olyan országot, ami alapvetően jó szívvel és tárt karokkal várta a menekülteket, a menekült hullám idején 15-ben, az 18-ban az egyik leginkább idegengyűlölő országgá vált, és ez milyen mechanizmusokon keresztül történt meg. Tehát én a migráns kampány történetét és annak ebbre a társadalomra tett hatását akartam valahogy megfilmesíteni. Nem egyeztünk meg abban, hogy mennyi ideig beszélgetünk, de szerintem nagyjából most vagyunk ugye a végénél. Nem tudom, hogy akartok-e még esetleg nézői kérdésekre válaszolni, amik itt vannak? Ja, nem. Nem. Jó, nem én zártam le ezt a vonalat, tehát ezt a kommentariátusnak mondanám, hogy a 444-en oda kelljen majd a kritikákat irányozni. Nyilván itt még, hogyha akarnak kérdezni tőletek, akkor azt megtehetik majd a beszélgetés után. Én zárásként azt szeretném kérni tőletek, hogy mondjátok el, hogy ugye most itt a nyár, nyilván továbbra is dolgoztok a 444-ben, tehát hogy ez nem biztos, hogy annyira az a időszak lesz, de gondolom azért mégiscsak lesz idő valamilyen módon akár olvasni, akár bepótolni olyan filmélményeket, amikre nem volt idő az elmúlt fél egy évben. Hogy van-e valami, amire kifejezetten készültök, tehát hogy mi az, amiből inspirálódni terveztek a nyáron, akár film, akár könyv, akár zene, bármi ilyesmi. De most rögtön ugye, amint leállt a Yeti, nekiálltam a felhalmozódott dokumentumfilmeket feldolgozni, és azokról írok ebbe a videótékába, de valójában ugye azért írok róluk, mert hogy ha már megnéztem... Akkor ideig nézhetsz filmet. Így van, tehát hogy tulajdonképpen az van, hogy ezt a videótéket arra találtam ki, hogy én tanulok, nézem, leginkább engem a magyar dokumentumfilmek érdekelnek, és ezeket így zabálom, és akkor már meg is írom őket, és én ezekből sokat tanulok, és ez egy jó, mondjuk alternatíva Netflix, hát kompakt esztétikai világához képest, ezt jól árnyalja a magyar dokumentumfilmek zabálása, és ezt mindenkinek tudom ajánlani. Hát illetve a videótékát, azt, hogyha olvassátok, akkor egy csomó szabadon elérhető dokumentumfilmeket próbálok levadászni. Egyszerre szereztem be Kim Stanley Robinsonnak a most magyarul megjelent skifiét, a Jövő Minisztériumát, amiről Horváth Bence írt még a 444-en nem olyan régen, és ugyanakkor, amikor ezt elmentem megvenni, akkor megvettem az új Nádas kötetet is. És ezt a kettőt most felváltva olvasom, ami egy ilyen egészen különleges elegyet alkot, mert egyszerre ugye a klíma apokalipszis és a hát a, nem is tudom, egészen mikroszintű apokalipszis ad ki egy ilyen egységet így nyárra. Hát akkor köszi mindkettőtönnek, és köszi, hogy fölkértetek erre a szerepre. Mielőtt nektek kérnék egy tapsot a nézőktől, azt szeretném, hogyha elmondanátok, hogy kik azok, akiknek a munkáját mindenképpen meg kell említeni, mert ilyen sporadikusan megemlítettetek több nevet is, akinek köze van a magyar Yetihez, de kérjünk nekik is egy tapsot, és kérlek, hogy mondjátok el akkor őket. Mondok párat. Hát elsősorban a kamera mögött Kis Bence van, és amikor
amikor azt látjátok, hogy kivételesen nálunk valami jól néz ki, valami szellemes és vizuálisan szellemes, de ez a nagyobb filmjeinknél, a Gyilkosok emlékművel, vagy a parkolós dokumentumfilm, de a Yetinek is azt, hogy az, amikor erről beszéltem, hogy ez tudjon derűs lenni vizuálisan is, és teli legyen szellemességgel és humorral, és ne csak egyszerűen belegyenek vágva politikus fejek, akkor ott a költő a Kis Bence. Mert én is úgy emeltem volna, hogy a költő a Kis Bence, akkor viszont a Botos Tamás a építő. Tehát igen, tehát hogy ő viszont amellett, hogy amit elmondtam, hogy stúdiót épít, operatőrkedik, nem tudom, iszonyatos mennyiségű internetes tartalmat fogyaszt, és nagyon sokszor az, hogy amilyen betéteket mi megtalálunk, és nem a legnyilvánvalóbb, mindenki által már sokszor látott bevágásokat tudjuk használni, az nagyon sokszor Botos Tamás vizuális túlfogyasztásának eredménye. Tehát ő meg tudja találni azt a Sádöl György betétet, amit még nem láttunk soha máshol, és ezek szerintem nagyon sokat adnak a műsorhoz. Szerintem aki még fontos, a Mészáros Zsófi, aki tulajdonképpen a szerkesztőnk, és aki felügyeli ezeket a tartalmakat, és aki már gyakran a szöveget is átnézi, és nem csak azt nézi meg, hogy ez most jogilag vagy újságíróilag megállja a helyét, hanem például erről beszélünk, hogy ez szórakoztató, ez szellemes-e, ez eredeti-e, vagy ez most nem annyira eredeti, vagy nem annyira logikus, vagy nem annyira, vagy nincs annyira alátámasztva. Ezek mind komoly viták tudnak lenni, meg vívódások. És akkor még egy Schnabel Zitát mindenképpen szeretném kiemelni, már csak azért is, mert az előbb beszéltünk arról, hogy akkor is el kell tudni képzelni valamit, amikor még így nincsen semmi. És azért az a stúdió, ahol mi ezt most készítjük, az egy szoba, ahol másfél évvel ezelőtt, az egy üres, tehát hogy jó, előtte meg használták irodaként, de mondjuk másfél évvel ezelőtt ősszel volt egy olyan pillanat, hogy ott semmi nem volt. És ugye amikor eljött a Zita megnézni, akkor azt látta, hogy semmit, nem volt ott semmi, ami arra inspirálhatta volna, amit lett. De mondta, hogy jó, akkor most kitalál valamit, és amikor legközelebb találkoztunk, akkor a laptopján megmutatta hát lényegében ezt a tervet. Ami így néztem, hogy mi egy négyesekből lesz egy fal ebben a szobában, hát teljesen elképzelhetetlen volt. És aztán ez lett. Hát most az Itának is. Jó, és hát akkor nyilvánvalóan zárásként, de egyben nyilván a legfontosabb alkotó párosnak a Magyar Yeti kapcsán, Plankó Gergő, Ács Dániel. Majd bele fotózni, és ki lehet rakni a 4-4 közértbe. Sok sikert, további jó videókat, és reméljük, hogy ősszel visszatértek, mert azt gondolom, hogy a Magyar Nyilvánosság egy nagyon fontos alkotópárosa vagytok. Mivel ez nem egy partizános műsor, ezért most nem fogok lekonferálni, mert arra én rögtön átváltok egy ilyen robotba. És mielőtt ezt megtenném, és megkérném az embereket, hogy támogassanak a Patreon, inkább átadom a szót nektek. Igen. Igen. Én zavarba vagyok ettől az egésztől, mert tényleg nem számítottunk arra, hogy ennyien eljöttök, és ez érződött is rajtam. Marci, minden esetre nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és hogy kisegítettél minket, mert itt mekegtünk volna, még ennél is jobban megmakogtunk volna, hogyha nem vagy itt. És köszönjük a Gólyának, aki befogadott minket. Ez sem magától érthetődő. Vannak rossz tapasztalataink, nem mindenhol fogadnak minket ilyen szívesen, szóval a Gólyának nagyon köszönjük. A Gólya szövetkezetnek. Igen, én is köszönöm a Gólyának, és neked is, Marci, és mindenkinek nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Azt szerettem volna még elmondani, mert amit itt felmerült, hogy mennyivel más azért felvenni ezeket a műsorokat úgy, hogy közben igazából semmilyen más visszajelzés nincsen, és ezt a botost nézi egy kamera mögül, és egyébként egy üres szobában csináljuk, és ezért semmilyen módon nem tudjuk elképzelni azt, hogy ennek milyen hatása van emberekre. És ezen a dramaturgiai ponton
mert azt hittem, hogy ez kérdésként fel fog merülni, de igazából akkor már elmesélem, hogy mindig van ez a kérdés, hogy miért nincsenek már táskás viccek. Aminél föl volt írva, hogy nem szabad, de igazából... Azon kívül pedig nem szabad a tematizálni és a problematizálni kifejezést használni, amit Marci végig megvalósított, úgyhogy egy tapsot neki ezért szerintem. Tematizálni elcsúsztam, a robrobos. Becsúszott egy tematizál, igen. Szóval, hogy azzal, hogyha ne adj Isten, valaki megkérdezte volna, hogy miért nincsenek már táskás viccek, akkor azt mondtam volna, hogy hát az igazi kérdés az, hogy de miért voltak egyáltalán. És hogy azért voltak, mert amikor felvesszük ezt a műsort, akkor azért nem olyan hangulat van, mint most. Tehát most itt vagyunk, itt van egy csomó ember, így, az egész így elektromossággal tölti meg a levegőt, van valami kraft az egészben, de hát mi nem így vesszük fel ezeket a műsorokat, hanem úgy, hogy szerda délelőtt 10 óra van, iszonyatosan idegesen megérkeztünk, hogy nagy nehezen sikerült megcsinálni a szöveget, arra gondolunk, hogy Jézusom, most ezt fel kell venni, utána meg vágni kell napokon keresztül, és ott a botos, és mondja, hogy csináljátok. És meg kell tanulni, igen. Mert hogy nincs olvasógépünk. És pláne az elején amikor ez egyébként nem költségvetés, nem tudunk valamiért jól olvasógépről beszélni. Szóval, hogy pláne az elején még mindezzel együtt igazán olyan önbizalmunk se volt sok hozzá, és akkor ez egyáltalán nem természetes, de tessék, akkor most így nyomjad a kamerának. És ehhez jött iszonyatosan jól a legelején, hogy megtaláltuk ezt a kis hülyeséget a 444 videós múltjából, egy Balaton Soundos videóból, ugye bepakoltad a baszatáskát. Mert akkor ez egy olyan dolog volt, amit úgy éreztünk, hogy ez végül is félig meddig a miénk, de azért vannak benne lehetőségek, és ez volt egy ilyen verbális mankónk, amit legalább tudtunk, hogy minden részben, hogyha egy minden más rosszul is sül el, meg nem tudjuk elmondani, meg nem tudom, legalább ezt így ez így ott van. Ezt szeretik, ezt segít. És hát ezt egy ilyen Jordan Petersoni tanácsként tudom mondani mindenkinek az életben, hogyha valami újat próbálsz ki, amiben így nem vagy annyira biztos, akkor keresd valamilyen kicsit mellé, ami azért így segít, de mégse teljesen a biztonsági zónában való visszahúzódás, és hát az első szezon végén engedtük ugye ezt el, amikor már tudtunk mankó nélkül járni, mert azt gondoltuk, hogy működik ez annyira, hogy nem kell ezt betennünk mindig. Köszönjük szépen!